Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt ház. Hál' Istennek túl vagyunk az Európa Parlamenti választásokon, és remélhetőleg visszatérhetünk olyan témákra, amik az ország érdekeit szolgálják, és mindenki tudja, hogy az agráriumban dolgozom, és agrártémákban járom az országot, megkerestek egy nagyon fontos problémával, még itt ebben a kampányszünetben, hogy mi történt Magyarországon. Nem véletlenül ez a cím a felszólásom, hogy víz az élet. Ezt Isten igazából azok tudják és értik, akik egy sivatagban élnek, és Magyarországon sajnos ez megvalósulni látszik. Ugyanis a homokhátság vízpótlásából önök a kormány egyszerűen kivontak 400 milliárd forintot. Kivonták azt a 400 milliárd forintot, ami az életet jelenteni az ország egy tizedének. Ugyanis a homokhátság az Magyarország egy tizedét foglalja el, és a lakosságnak is kb. Egy tizede él itt. És ahogy elmentem a homokhátságra, bejártam a területet, polgármesterekkel beszéltem, kormánypártiakkal, akik újráztak most, ők is elmondták, hogy ez óriási probléma. És mindenki reménykedett abban, hogy azok az ígéretek, amik itt elhangzottak a tisztelt házban, azok megvalósulnak. Hogy leporolják a régi terveket, új tervek lesznek, költségvetésben is meg lett szavazva, a pénz is megvolt rá. És ezek az emberek váratlanul azzal szembesültek, hogy nem sokára egy sivatagban fognak élni, mert ez a pénz és a pénz által hozott víz. És akármit mondanak a sötét zöldek, ez a víz hiányozni fog. Mert a föld az nem hazudik. Az a föld, ami elveszíti a vízkészletét, akár a mélyebben fekvőket, akár a felszínieket, az tönkre fog menni. És tudom, hogy voltak olyan elszólások, beszólások az ellenzék részéről, hogy akugyár az a sivatagba való, de könyörgöm. Mi nem szeretnénk Magyarországra sivatagot, hogy ott akugyár jöjjessen létre. Ez arra vonatkozott, hogy kerüljön olyan országokba akugyár, ahol sivatag van. Mivel fog ez járni Magyarország számára? Ez azzal fog járni Magyarország számára, hogy a kiszáradó homokhátságról tovább gyűrűzik a probléma. Aki beszélt hidrológusokkal, geológusokkal, éghajlatkutatókkal, az pontosan tudja, hogy ha elindul a sivatagosodás, az a tágabb környezet kiszáradását is magával vonja. Nem lesznek esők, mert nem lesz párolgás. Nem lesznek meg azok a légköri jelenségek, az esők az szükségesek. És hallottuk sokszor azt az indoklást, hogy ezért, azért, amazért nincs pénz ezekre a projektekre, tehet róla Brüsszel, tehet róla más, tehetnek a pirézek, bárki, most talán Magyar Péter, de ez nem igaz. Önök Magyarország 10%-ával szemben, területileg és lakosságilag is, előnyben részesítették a Ferihegyi repülőtér visszavásárlását. A Ferihegyi repülőtér visszavásárlására háromszor annyi pénzt fordítottak, mint ami a homokhátság projektre ment volna. Kérdezik a gazdák, kérdezik az ott élő emberek, hogy miért tették ezt. Miért volt fontosabb a Ferihegyi repülőtér visszavásárlása, kinek az üzleti érdekei miatt? Magyarország, Kína, Mészáros Lőrinc, hogy miért ezt választották, miért ide költötték a pénzt, miért nem teljesítették azt, amit önök megígértek a homokhátságon élőknek, hogy igenis lesz víz, megoldják a vízpótlást, és igyekeznek megállítani az elsivatagosodást. Felteszem a kérdést, hogy akarunk így mezőgazdasággal foglalkozni? Hogy akarunk így mezőgazdasággal foglalkozni azon a területen, ahol az ott élők már bizonyítottak? A szorgalmukkal, a tisztességükkel, és abban a reménytelen helyzetben való küzdelemmel, amit ők a homokon folytatnak. Igenis lehet ott termelni, csak nekik vízre lenne szükségük. És azzal a tiszteletteljes kérdéssel fordulnak önökhöz, hogy tegyenek értük. Pótolják vissza valahogy ezt a pénzt. Ne mások érdekeire költsék, költsék el a magyarok érdekeire. Számoljanak, matekoljanak, hogy mi fontosabb. Magyarország területének 10%-a, a lakosság 10%-a, vagy azok az üzleti érdekek, amik oligarchákhoz és idegen államokhoz kötődnek. Köszönöm. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, a kormány nevében Farkas Sándor miniszterhelyettes úr kíván válaszolni az elhangzottakra. Önné a szó, miniszterhelyettes úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt képviselő úr. Ön most ezt a felvetést, amellyel az öntözés és gazdálkodásra, az öntözés körülményeire, a Dunatiszaközi homokhátság problémájára utaló gondolatokat mondta el. Szeretnék egy pár olyan mondatot és gondolatot elmondani ezzel kapcsolatban, ami úgy gondolom, hogy részben megnyugtathatja önt is és az ott élő embereket is. Az elmúlt évtizedekben az a bekövetkezett klimatikus viszonyváltozás,
egyre kevesebb csapadék, kiszámíthatatlan mértékű csapadék, ami itt az elmúlt években is, most már főleg két évvel ezelőtt rendkívüli aszályt okozott Magyarországon, továbbra is megerősítette a kormányzatnak azt a szándékát, hogy vízgazdálkodás, öntözéses gazdálkodás nélkül hosszú távon mezőgazdasági tevékenységet folytatni szinte lehetetlen. Ugye a magyar mezőgazdaság az egy szárazföldi kultúrára, egy szárazföldi körülményekre van berendezkedve, ez a gazdálkodás és a gazdálkodók részéről is, mivel összesen jelen pillanatban durván ma Magyarországon egy 130-140 ezer hektáron kerül öntözéses gazdálkodás, ugyanakkor tudjuk azt, hogy ez a szántóterületnek egy töredéke, mondhatnám azt is. És azt is tudjuk, hogy valamikor a 70-es években mintegy közel 380 ezer hektáron történt öntözéses gazdálkodás. Szeretnénk 2030-ra ezt a területet ismét elérni, 350-400 ezer hektár, ez a terveink elkészültek, és ebbe tartozik bele a Duna-Tisza közi homokhátságnak a kérdésköre is. A Duna-Tisza közi homokhátság 7 olyan projekttervel indul, aminek jelentős részben már négyben már megvannak a tervek, konkrétan elkészültek, ezek több milliárdos tervek, szeretném önnek hangsúlyozni. Tehát ez nem úgy van, csak leakasztjuk az oldalról, és akkor megnézzük, hogy miről van szó. Ezek nagyon komoly szakmai tervek, és ezzel a 7 területen, 7 projekttel gyakorlatilag a Duna-Tisza homokhátságnak a problémáját jelentős részben meg tudjuk oldani. De azért én nem vagyok ennyire, hogy mondjam, nem csak, hogy optimista vagyok, de nem vagyok ennyire másképp gondolkodó, már csak azért sem, mert tudjuk azt, hogy öntözéshez szükségesek azok a természetes csapadékmennyiségek is, amelyek gyakorlatilag a biztonságos növényi feltételek és a gazdálkodásnak a feltételeit tudja biztosítani. Most azért mondjuk meg őszintén, itt az elmúlt évben már ez az év is nagyon aszályosnak indult a Délalföld pont a homokhátság déli részére, de az elmúlt hetek, napok csapadékosabbra fordult időjárás, ez nagy mértékben enyhítette a problémát, de ez nem oldja meg természetesen. Éppen ezért az elképzeléseink között nem csak a Duna-Tisza közi hátságra, hanem az egész Alföldre, egész Szabolcs-Szatymártól, egész gyakorlatilag Bajára, Mohácsig és még bizonyos dunántúli részekre is elkészítettük azt a tervet, elkészítettük azt a programot, amely alapján gyakorlatilag ki tudjuk alakítani az elkövetkezendő évtizedben, ennél rövidebb intervallumot nem merek mondani, és nem is lenne reális, hogy ezt meg tudjuk valósítani, amikor nem csak öntözésről, hanem vízgazdálkodásról beszélünk. És ezt tartom nagyon fontosnak, hogy ne hegyezzük ki csak az öntözésre, mert ezt tudjuk, hogy az Európai Unióban ez egy szitokszónak számít. Nem nagyon tudunk megbírkozni vele. Éppen ezért, amikor az öntözési közösségeket is felállítottuk, és az öntözési közösségeknek is a fenntartható vízgazdálkodási közösségek címszót adtuk, ebben is benne van, ebben a fogalomban, hogy gazdálkodni kell a vízzel. Tehát nem csak öntözni, gazdálkodni. Hogyan tudunk gazdálkodni a vízzel? Először is, ha bár ez most egy hosszú téma lenne, először is ugye a megfelelő olyan talajállapot és olyan talajművelés szükséges, ami önmagában víz megtartó, csapadék megtartó, másodszor olyan körülményeket, olyan vízrendszereket, olyan csatornarendszernek a kialakítása elkerülhetetlen, ami a belvizet és a öntözővizet is tudja kezelni, ezek a kettős működtetési csatornák, és nem utolsó sorban azok a elhanyagolt, főleg a rendszerváltás utáni új gazdatársadalom kialakulásának a következményeképpen nagyon sok csatornahálózat elavult, betemetődött, beszántották, stb. Ezeknek az újra kialakítása, ez is egy fontos feladat. Ezekkel a részekkel, és nem utolsó sorban a víztározás, megfelelő tározókapacitások kialakítása, amire ön is utalt, hogy ez a klimatikus viszonyokat is részben befolyásolja. Éppen ezért egy nagyon hosszú témaként szeretném önt megnyugtatni, és a Duna-Tisza közi hátságban élő embereket, hogy a kormány foglalkozik ezzel a témával, sőt, kimondottan a tervek el is készültek és készülnek, és úgy gondolom, hogy ez el is kezdődik hamarosan ez a program. Köszönöm szépen!